Jó napot kívánok, kedves nézőink! Vendégségben vagyunk Nagy Gábornénál Dunaföldváron. Aki figyelte egy kicsit a világ dolgait az elmúlt néhány évtizedben, tudhatja róla, hogy négy cikluson keresztül vezette a város életét, és nem nagyon van olyan épület ebben a városban, aminek a megújításához, felújításához nem lenne köze. Köszönöm, hogy a vendége lehettünk. Kérem, nagyon szívesen. Azt olvastam egy írásban, hogy olyan értékekkel a batyujában jött el otthonról, ami nagyon hosszú ideig, vagy talán ma is meghatározza a gondolkodását, az egész világról alkotott képét, az értékrendszerét. Mik voltak ezek az értékek? Én egy szegény családból származom, legalábbis amikor indultak a szüleim, akkor ők nagyon szegények voltak. Egy félárva, meg egy árva gyerek házasságából születtem, és van egy húgom még. És az én édesapám az könyves volt, nagyon sokat dolgozott, és szeretett is dolgozni, és nagyon szerette volna, hogyha az első gyermeke fiú lesz, hogy át tudja neki adni a szakmát, a szakma szeretetét. És hát én próbáltam megfelelni az ő elvárásának, hogy egy ilyen igazán kemény ember legyen belőlem, olyan, mint amilyen ő volt. Nagyon becsületes, nagyon tisztességes, és nagyon jó szakember volt szakmájának a mestere. Nagyon sok olyan dunaföldvári épületet újított fel, amik még azóta is állnak, és elég jól bírják. Ugye most már azért ennek körülbelül 50 éve, vagy talán még több is, mert én nekem 50 év múlt el az életemből, amióta elvégeztem a műszaki főiskolát, ugye magas építő szakon. És hát abban az időben, a 70-es években néhány középületet újított fel, korábban templomokat, azoknak a homlokzatait, és emlékszem rá, hogy saját maga készítette az állványokat, saját maga készítette azokat az eszközöket, amikkel ezeket a díszes homlokzati elemeket ki tudta húzni. Éppen most újították fel Dunaföldváron a Rákóczi utcai iskolát, ami korábban iskola volt, most könyvtár lett belőle. Érdemes megnézni, mert azok a díszek, amik akkor meg felújításra kerültek, azoknak a nagy része ma is rendben van, és megvolt, és csak kicsit javítani kellett, át kellett festeni. Viszont nagy bajban voltak ott, ahol a vizesedés miatt lehullott például a homlokzati lizéna, ezek a mintásabb oszlop elemek, és hát bizony nem tudták úgy megcsinálni a sablonokat, és amikor én mentem és láttam, hogy hát bizony kívánnivalót hagyna maga után, akkor mondták, hogy nem tudják miért, de valahogy mindig lejött a fölrakott habarcs. Hát mert nem olyan sablont használtak, mint amilyet az én apukám készített saját maga. Azt mesélte az előbb, hogy járt vele dolgozni, és verte a vakolatot. Igen. Egy kislánynak a vakolatverés az nem feltétlenül a gyerekkori élmények közé tartozó dolog, vagy elképzelések közé. Inkább királylány egy kislány, mint... Hát azért abban az időben nem volt királylány a kislány, de nem csak én, hanem a többiek sem. Azért nagyon sokat kellett segíteni a szülőknek. Nem volt olyan jó világ, mint most, hogy a gyerek beül a számítógép elé, és akkor egész nap ráír azzal foglalkozni, hanem valóban kellett segíteni, akár mezőgazdasági munkákat, akár a ház körül, akár az én édesapám, amikor kevés volt a segédmunkás, akkor szólt, hogy nincs kedved jönni egy kis vakolatot leverni. Nyolcadikos voltam, és pont az iskolával szemben volt a református templom, még most is ott van, és fönt az állványon ütögettem a vakolatot, és akkor ilyen gondosabb szülők oda mentek hozzá, és mondták, hogy nem szégyeli magát a kislányt ilyen kemény munkára befogni. És akkor azt mondta, hogy nem én mondtam neki, hogy jöjjön, ő kérte, hogy hadd csinálja. Mit tanult ebből? Hát én azt gondolom, hogy egy szemléletet. Az édesapám nagyon jó minőségű munkát végzett. Tehát mindig utána járt, hogy milyen alapanyagokat, főleg vízforta homokból, és főleg
az ilyen régi épületek homlokzat vakolásánál nagyon fontos, hogy ne cementtel, hanem mésszel készítsék a habarcsot, mert egyébként a nedvesség, ami a talajból följön, akkor még nem volt ilyen fal átvágásos technika az utólagos szigetelésre, mint amilyen már azóta van. De ha cementhabarcsot raktak rá, akkor lenyomta ezt a bizonyos cementhabarcsot, vagy fölötte kijött és kivirágzott a só a falból. Tehát nagyon szép munkákat csinált még most is, azokat a nagyon sok családi házat épített, és azokat a családi házakat, amiket most alakítanak át, azt mondják, elég szétverni, hogyha valami vasbeton elemet, födémet vagy áthidalót akarnak kibontani. Azt minden esetre elérte apuka, hogy az épületekhez örökre kötődése maradt? Igen, mert amikor elvégeztem a gimnáziumot, akkor ugyan először nem voltak ilyen nagy vágyaim, hogy én építész leszek, hanem csak műszaki rajzoló akartam lenni. Hogy le tudjam rajzolni azokat a házakat, amiket korábban az apukám vidéki építészekkel terveztetett meg, és annak alapján épített. És abban az évben nem volt műszaki rajzolói létszám elég, nem indult ilyen szak, és akkor jelentkeztem, akkor még felsőfokú építőgépészeti technikum volt Debrecenben, akkor indult, és ennek indult akkor egy magas építőipari szaka. És én erre a szakra jelentkeztem Debrecenben, mert ott volt kollégium. Budapesten a Szabó Ilonka utcában volt ennek a testvére, ennek a főiskolának, és ott meg nem volt kollégium, és ezért kerültem Debrecenbe, ami jó messze volt. Havonta, két havonta csak egyszer tudtam hazavonatozni. Hiányzott Dunaföldvár? Igen, bár érdekes volt, és nagyon szerettem Debrecenben diák lenni. Aztán hazajött, és gyakorlatilag kamatoztatta a tudását, mert hogy olyan helyen kezdett dolgozni, ahol közel lett az egész városhoz. Igen, akkor nem olyan régen alakult meg a Dunaföldvári Nagyközségi Tanács költségvetési üzeme. Ez egy olyan építőipari és egyéb dolgokkal foglalkozó kis cég volt, amely a tanácsnak a felügyelete alatt és annak a tulajdonában volt. És a feladata az összes önkormányzati ingatlannak a karbantartása. Akkor még nagyon sok önkormányzati lakás volt, azoknak a korszerűsítése, felújítása. Aztán ugye a piacvásárüzemeltetéstől kezdve az utcaseprésen keresztül az egyéb kertészeti munkák, Dunapartnak a rendezése. Tehát nagyon sok olyan feladat volt, ami ma is megvan, csak ma nem egy ilyen biztonságos háttér van mögötte, amelyikre lehet számítani, és amit bármikor elő lehet mozdítani, óvodák, iskolák, karbantartási munkái, ilyesmi. Ugye ezek a feladatok most is megvannak, csak sokkal bonyolultabb és nehezebb kiválasztani a kivitelezőt, nincs egy összeszokott gárda, van legfeljebb egy karbantartó, aki megszaladgál az épületek között folyamatosan, mert annyi feladata lenne, hogy azt javítani kéne. És hát nagyon sok lakást is építettünk, akkor épültek ilyen ikerlakások, itt a újonnan kiosztott telkekre önkormányzati, illetve akkor még tanácsi lakások épültek. Ugye felzárkóztatandó a cigánycsaládokat, akik még Putriba laktak, mert Földváron volt két-három ilyen kis elmaradt terület, itt a Dankó Pista utcában, a Hatos út mellett, ahol bizony még nagyon-nagyon kis gyengén összetákolt házakban lakott néhány család. Ez egyfajta, ha így visszagondol, ez egyfajta ilyen előképzés volt a polgármesterséghez? Hát ezt így még nem gondoltam akkor, egyáltalán nem tudtam, csak nagyon ugye szerettem a szakmámat. Nem volt sok tervező, akkor Dunaföldváron terveztem lakásokat, például ezeket a lakásokat, vagy a régebbi belső városi lakásoknak az átalakítását, korszerűsítését, ugye, mert nagyon sok lakásban nem volt még víz, meg szennyvíz, és akkor épült ki egy jó darabon a szennyvízcsatorna hálózat, és ezeket a kis belső átalakítási terveket én csináltam, de terveztem óvodát, terveztem
a Dunaparton a fogadóépületet, a kempinget, akkor a fürdő, fedett fürdőépületének az első, mert most már azért át van alakítva, első változatát én terveztem. Tehát elég sok ilyen kis tervem valósult meg. Miért adta a fejét a politikára, ha egyébként kiteljesedhetett a szakmájában? Akkor, amikor ugye Jákli Péter volt a tanácselnök Dunaföldváron, amikor én ennek a cégnek voltam a vezetője, vagy vezető helyettese, mert miután megszülettek a gyermekeim, akkor kicsit visszaléptem, hogy legyen más a vezető, én pedig, mert ugye igen, azért ez alatt, a 16 év alatt mentem én is annyit előre ranglétrán, meg vissza, hogy voltam ennek a cégnek a vezetője, és technikusként kezdtem, aztán utána műszaki vezető helyettes, majd műszaki vezető lettem, aztán pedig vissza helyettesként. És amikor a Péter elment Paksra, akkor megkérdezte, hogy nincs-e kedvem Pakson dolgozni. Mert ugye az ottani tanácsnál is nagyon sok feladat volt, és nagyobbak, mint Dunaföldváron. És akkor én hát elcsábultam, és elmentem. Akkor volt Makovecz Imre a városfőépítésze Pakson, akkor épült a templom, akkor épült a piac, szintén Makovecz, nagyon sok ház épült Makovecz tervei alapján. Dolgoztak együtt? És Makovecz Imrével? Igen, de hát ugye ő tervező volt, nyilván. Én pedig a beruházási irodának voltam először egy helyettes vezetője, aztán a vezetője, mert elment onnan is a vezető. Ő visszament Szegedre, mert onnan származott, és akkor azt csináltam. Aztán, amikor Péter úgy gondolta, hogy Paksról tovább lép, ő nagyon szeretett volna megyei elnök lenni, ugye tanácselnök, akkor még megyei tanácselnöke volt, és aztán nem választották meg valamiért, nem sikerült neki, és akkor ő elment Kaposvárra, ott lett megyei főjegyző. És akkor a Bor Imre lett a polgármester, mert akkor már ugye elkezdődött ez a polgármesterség. Tehát akkor már rendszerváltás, igen. És akkor kérdeztem az Imrétől, hogy számít-e rám ebben az új felállásban. Azt mondta, hogy hát ő még nem tudja eldönteni, hogy mi lesz, azt se tudja, hogy hogy alakulnak az erőviszonyok. Ugyanakkor pedig a Kis János jelentkezett Dunaföldvárra polgármesternek, ugye ő volt az osztályvezető, ilyen főosztály volt akkor, és én annak voltam egyik részlegének, mert az építésügy, meg a kereskedelem, az ipar, meg ilyenek tartoztak ehhez az osztályhoz, és ugye én ott voltam egy kis osztályvezető, és akkor kérdezte a János, hogy nincs-e kedvem hazajönni. És akkor mondtam, de igen, van, hiszen ott egész bizonytalanná vált a helyzet, és akkor hazajöttem. És dolgoztunk együtt 4 évig, de ő nem én ugye mindig szerettem fejleszteni, építeni. Mindig azt néztem, hogy hol mit kellene változtatni, meg tényleg igazán elindítani valamit, és ő pedig olyan nyugisabb volt, inkább a protokoll. Nem akarom őt bántani, nagyon joviális, mindenkivel barátságos, tényleg elfogadtatta magát. Igen. De belefáradt ő abba, hogy valami olyat kéne csinálni, vagy talán nem tudom, hogy miért volt az, hogy ő nem volt annyira aktív, és valami szív problémája is előjött, és azt mondta, hogy ő nem indul. És akkor hát velem meg mi lesz mostan akkor? És többen mondogatták, hogy nincs kedved megpróbálkozni vele, hogy te legyél a polgármester. És teljesen meglepődtem, hogy húha, ilyen nagy feladatot rám. De aztán arra gondoltam, hogy ha Jánosnak ment, így ezzel a mentalitással meg nem volt annyira kezdeményező, akkor talán ezt én is. Ugye én készítettem elő a fejlesztéssel kapcsolatos előterjesztéseket a testületi ülésekre, tehát abba voltam benne, hogy hogyan lehet fejleszteni egy várost, és akkor... Hát megpróbáltam, és megválasztottak. Aztán maradt 4 ciklust. Igen, aztán utána mindig megválasztottak, mert ugye akkor elkezdtem tényleg úgy gondolkodni, hogy na, akkor itt van ez a város, mit lehetne vele csinálni, tényleg mi az, amiben el van maradva,
mi az, amit nagyon muszáj fejleszteni, hát ugye induljunk a föld alatti dolgokból, mert azok ugyan nem látványosak, de nagyon hasznosak, és akkor a szennyvízcsatorna hálózat, a gázhálózat, a kábel-TV hálózat, mert ugye akkor még ez a csillagpontos hálózat, ez még föld alá került, igen, jó része. És hát ugye ezek voltak az alapközművek, pályáztunk méghozzá úgy, hogy Dunaföldvár Bölcske Madocsa Paks négy település összefogásával, mert ugye akkor kezdődött ez az előcsatlakozási program az Európai Unióhoz, tehát várhattunk előcsatlakozási alapokat, azokra pályázni kellett, és akkor támogatták a pályázatokat, hogyha települések összefogtak, és hát akkor ez tényleg nagyon jó volt. És akkor elkészült így a közös szennyvízberuházás, a közös gázberuházás, a szennyvíztisztító telep megépült Madocsán, tehát ez már egy olyan alap volt, amire aztán utána lehetett több mindent. Azért a szívemén, vagy legalábbis azt nyilatkozta egyszer, hogy a szívemén leginkább az adaszlaktanya átépítésére a legbüszkébb. Hát igen, az egy nagyon nagy falat volt. Ugye sokáig állami tulajdonban volt, és őriztették, és évi 4 millió forintba került az őrzés abban az időben, 90. A városnak? Nem, hanem a... Nem is tudom, hogy hívták akkor a vagyonkezelőt. Nem az ön zsebét nyomta. Nem a városét, csak úgy rossz volt látni, hogy pusztulnak az épületek. Minden romokban volt, ugye, ahogy kivonultak az oroszok, ott maradt minden, és minden tönkre volt téve, minden le volt bombál, mintha bomba csapott volna be, körülbelül úgy nézett ki. A bádogok tönkrementek, a falakon folyt a víz, a vakolat rohadt, úgyhogy rossz volt ránézni. És akkor, amikor eldöntötték, azt hiszem 89-ben, hogy na, megkapják a települések, akkor egy forintért megkapta Dunaföldvár, és akkor van nekünk egy testvérvárosunk, Weikersheim, és volt annak egy polgármestere, Horst Hefner. 93-ban kötötték a testvérvárosi kapcsolatot, és akkor eljött látogatóba a Hefner úr, és mondtam neki, hogy gyere, megmutatom neked ezt az orosz laktanyát, mondd már meg, hogy mit csináljunk vele, nincs valami jó ötleted, mégis hát te már régóta vagy polgármester, Németországban hogy csinálják ezeket? Elmentünk, körülnézett, és azt mondta, tudod, Ilona, fogd meg a kulcsot, zárd rá az ajtót, és dobd el a kulcsot, hagyd a fenébe az egészet, mert na, ezzel nem érdemes foglalkozni. És akkor mondta, hát azt mi nem tehetjük meg, hogy itt van egy ilyen vagyon, mert ugye a terület is komoly vagyon, az épületek is azért lehet azzal valamit kezdeni, mondja egy építész. És akkor tényleg azt csináltuk, hogy folyamatosan oda is csináltattunk egy tervet. Az volt az elképzelésem, hogy egy lakó- és ipari parkot hozunk létre. Ugye vannak területek, vannak épületek, ezeket el lehet adni, a bevételt vissza lehet forgatni a lakások felújítására. A lakásokhoz lehetett szocpol támogatást kapni az embereknek. Volt ez a német szénsegély, azt is mindent, amit lehetett, fölhasználtunk, és akkor tényleg az önkormányzatnak ez, mondhatnám, hogy nem is került saját pénzébe, mert az értékesítésből származó bevétel lett visszaforgatva, meg hát a lakásoknak az eladási árából befolyt bevétel, mert azért hát ott sok mindent kellett csinálni, hogy ez rendben legyen. És akkor lett ott egy 78 férőhelyes idősek otthona, ami napsugár idősek otthona címén továbbra is működik. Volt ott egy szakmunkás képző, volt ott egy óvoda, mert sok fiatal beköltözött, 240 lakás épült, és ott is azzal kellett kezdeni, hogy a szennyvízcsatorna hálózat, az úthálózat, mert nagyon le volt pusztulva, és én azt gondolom, hogy nagyon szépen fölfejlődött, helyi járatot indítottunk, boltok települtek oda, tehát az ellátás is, igen, megkezdődött az élet, igen. Miért hagyta abba? 62 éves voltam. Azért. Elmúlt az idő. Elég volt? Elég négy ciklus a polgármesterségből egyébként? Én azt gondolom, hogy elég, és mindig az volt a véleményem, hogy nagyon nem szeretem azokat a vezetőket, akik a főgalkörönben ragaszkodnak a pozícióhoz.
Nekem soha nem az volt a fontos, hogy én vagyok a polgármester, hanem hogy mit tehetek a településért, mi az, ami meglátszik majd, amit én mindig csodálkozva, csodálattal néztem. Volt egy ilyen résztábla, sárga résztábla a Templom utcán, a járdában. Ugye ott olyan járda volt, amelyik aszfalt járda volt, a széle, ezzel a sárga keramit kővel volt kirakva, és ugye a kő burkolat az pedig hát 100 évnél öregebb volt, és én arra gondoltam, és már nagyon rossz állapotban volt, a fák már fölnyomták, tehát alig lehetett rajta közlekedni, és elképzeltem, hogy Istenem, ha én ezt meg tudnám csináltatni úgy, mint ahogy 120-30 évvel korábban az a valaki, akinek a tábla ott volt a nevével, vagy a, most már arra nem emlékszem, ugye kezd az in memoriam is romlani, hogy pontosan mi volt ráírva a táblára, és volt egy olyan pályázat, hogy a vár felújítása és az oda vezető utcák felújítása. És hát akkor, ha már csináljuk, akkor már a vízvezetéket korszerűsíteni kell, a csapadékvizet ki kell építeni, annak az elvezetését megoldani, a villanykábelt földbe tenni. Borzasztó nagy pályázat volt, nehéz volt megnyerni, aztán meg lebonyolítani, mert a 7245 négyzetméternek pontosan annyinak kellett lenni, mikor jött a műszaki ellenőrzés, fölmérte a burkolt felületeket. Szóval annyit szenvedtünk akkor, amikor a vízvezetéket, ugye először nem akartuk kicserélni, hát a vízvezeték az azért nem annyira rossz, az maradhat, és akkor elkezdtük fölbontani, ugye vissza kellett bontani egy csomó földet kiszedni, és amikor lekerült a vezetékekről, ugye még a régi aszbeszt-cement csövek voltak, lekerült ez a nyomás a csövekről, egymás után durrantak szét, és akkor a mérnök, ugye minden ilyen nagy beruházásnál van egy mérnök, akinek a felelőssége ez az egész, hiába próbáltuk elmondani neki, hogy ki kell cserélni, és ne az legyen, hogy amikor szétdurran, akkor kezdjük szétbontani, hanem hadd cseréljük ki, és utána tudjuk csinálni a többi munkát, mert minden ilyen vizes gödörbe, ott ez nagyon lassan ment, és nem engedte. És aztán kénytelenek voltunk így megcsinálni, de ki kellett cserélni a csövet, és akkor utána már azt csináltuk, hogy kicseréltük. Nem lehet abba. Ha egyszer valaki belekóstol, nem lehet abba adni a közéletet. Hát igen. Szóval a mai napig aktív? Hát amikor eljöttem, ugye én azt említettem, hogy 2 évig nem nagyon tudtam bemenni a városházára, mert nem kívánatos személy voltam. Azt feltételezte a polgármester, hogy én ott összeesküvést fogok a hátam mögött, pedig abszolút nem volt ilyen szándékom, én csak segítségemet ajánlottam, de hát ez nem kellett, jó, akkor nem megyek, és akkor egy jó darabig nem is mentem, de én nagyon szenvedtem másfél évig. Másfél évig nagyon nehéz volt, ugye ezt a nyüzsgő, örökké gondolkodó, örökké valamit tenni akaró mentalitásomat visszafogni, és volt egy Duna Település Szövetség, aminek én alelnöke voltam, és akkor még úgy gondoltam, hogy azon a vonalon is lehet tovább menni. De aztán kiderült, hogy az újonnan megválasztott polgármesterek már nem nézik jó szemmel, hogy valamilyen régiek itt beleszólnak az ő dolgaikba, de ők meg nem csináltak semmit. Ez egyesülés, ez soha nem volt egy nagyon aktív társaság. Na és akkor én elkészítettem egy kiadványt, nem csak én, hanem néhány komoly segítővel, de pályázatot nyújtottunk be, megnyertük, és így ki tudtuk adni egy kétnyelvű kiadvány. Ez a mi település szövetségünkhöz tartozó dunaparti települések vannak benne. Egy kis idegenforgalmi kiadvány, angol és magyar nyelven jelent meg. Ezzel foglalatoskodtam egy darabig. Aztán utána véletlenül tudomásomra jutott, hogy él egy 81 néhány éves fiatalember Pécsett, aki itt volt katona 56-ban Dunaföldváron, és van neki egy emlékirat készen, amit ő annak idején, amikor még frissek voltak az élményei, leírt, de hát nem mert sehol publikálni, és amikor én ezt elolvastam, láttam, hogy
nem egy politikai, hőzöngős megoldás, hanem valóban azt írta le, ami tényleg ott történt, teljesen lojálisan, és úgy, ahogy ő fiatalon, 18 évesen ezt megélte. És akkor én elhatároztam, ugye akkor volt az 56-os évforduló, és akkor pályázni lehetett, és én pályáztam egy ilyen emlékirat kiadására, a Mansfeld Péter pályázatra, és sikerült nyernem 1 millió forintot, és ebből kijött 1000 példány. Mindennel együtt, ugye nem úgy akartam, hogy csak úgy ezt az emlékiratot megjelentetni, hanem igen utána nézni. Van hozzá egy olyan kutatási anyag, amelyikben benne van, hogy pontosan hogy történt. Azt akartam, hogy megalapozott legyen ennek a könyvnek a kiadása, és felkértem egy olyan kutatót, aki ezekben a témákban kutakodik, és ő elkészítette egy tanulmányt, amiben pontosan igazolta azokat a dolgokat levéltári anyagokon keresztül, amit ez a dr. Tóth Miklós, akinek a tanulmányáról szó van, leírta. És ezt is sikerült kiadni, hál' Istennek, helyi volt gimnáziumi tanárok segítségével, a lektor, illetve az előszónak az írója is, dunaföldvári volt pedagógus, gimnáziumi tanárok voltak, és ők segítettek, és én nagyon örülök, hogy ezt sikerült megvalósítani, és ennek is van egy kicsi utóélete. Akkor, amikor ez megjelent, akkor elég sokan úgy reagáltak rá, hogy ő is itt volt, meg ilyesmi, és akkor egy ilyen kis pótkötetet kiadtunk, és abból kiderült, hogy az a fiatalember, aki itt van a Fehérvár utcai temetőbe eltemetve, az valóban ott halt meg egy másik társával együtt. Nem akarták elismerni. Azt mondták a levéltárban, hogy nincs ilyen anyag. És ez a fiatalember, akit mi megbíztunk, ő se talált semmit. És mondtam, nem létezik, és 5-6 levelet írtam illetékes minisztériumba, kutatókhoz, a hadtörténeti intézethez, és valaki, akinek az volt a feladata, hogy összegyűjtse akkor, hogy elesett magyar katonák, akik a harcokba elestek, vagy azokat felkutatni, akkor az az illető, az ő dr. Horváth Miklós volt, aki azt mondta, hogy utána fog nézni, és akkor rövid idő múlva, pár hét múlva küldött nekem egy e-mailt, és abban benne volt a dossziéja ennek a Varga Istvánnak, és abban benne volt minden. Az is, hogy halt meg, volt rá bizonyíték, hogy az első belövéspont. És milyen szerencsétlenség, hogy ez a fiatal ember akkor 3-án szerelték le, és nem tudott hazautazni, mert akkor még nem olyan jó volt a közlekedés, mint ma, hanem ott aludt a körletbe, és másnap akart elutazni, és azon éjszaka, az volt november 4-e éjszaka, akkor az első belövés pont azt a második emeleti körlet szobát érte, és mindketten meghaltak. Az a fiatalember is, akinek a táblán ott van a neve a városházán, és ez a másik fiatalember is. Milyen érzésekkel sétálgat meg Dunaföldváron? Én nagyon jó érzésekkel sétálgatok, én nagyon szeretem ezt a települést, gyönyörű szép a fekvése, és most már látszik rajta, hogy nagyon sok minden megvalósult, amit már évtizedek óta, elmaradások óta, a béketér például nagyon szép lett, annak ellenére, hogy azokat a szép öreg fákat kivágták, azért használható a tér, és nagyon kellemes, majd megnőnek ezek a fák is. Itt születtem, szüleim is itt születtek, én nagyon szeretem ezt a várost. Köszönöm, hogy vendégül látott minket. Nagyon szívesen. Köszönöm a megtiszteltetést, hogy választottak engem. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!